Sziasztok! Még egy kicsit boncolgatnám ezt az újszövetségi gyülekezet felépítése című témát. Köszönöm azoknak, akik visszajeleznek, mert kaptam visszajelzést ezzel a témával kapcsolatban. És valóban azt lehet látni, hogy egy nem biblikus felépítés hanosodott meg, főleg a tévtanítások kapcsán. Tehát még egyszer, mi az, ami abszolút nem biblikus? Az nem biblikus, hogy úgy épül fel egy gyülekezet, hogy van egyetlen egy vezető személy, akiről az a tanítás, hogy ő a szolgálati ajándék, aki általában több dologgal rendelkezik, tehát több ilyen ajándék van benne, hogy pásztor, tanító, evangélista, sokszor ugye azt mondják, hogy apostol is ez a személy, hogy látta Jézust, megjelent Jézus neki látomásba. Ugye ez Amerikában nagyon elterjedt, hogy a nagy vezetők, akik a saját nevükön viszik a úgymond minisztriüket, szolgálatukat, azok mind leírják a könyveikbe, hogy nekik Jézus megjelent, Jézus küldte ki őket. Van, aki állítja, hogy neki többször megjelent Jézus, van, aki állítja, hogy ült a felső szintjén a szobájának, és hallotta, hogy kopognak, tehát a lépcsőn lábak kopognak, ahogy jön föl valaki, és nyílik recsegve az ajtó, nyikorogva, és benyitott Jézus, és leült Jézus, és beszélgettek. Órákon keresztül tanította Jézus, leült a fotelba, és beszélgettek. Ezt Kenneth Hagin állítja, illetve sok látomást is állít, nagyon sokszor hivatkozik látomásokra. Ezt ugye mi nem tudjuk beigazolni, hogy ezek megtörténtek-e, viszont ha ezek meg is történtek, ezeket nem erre kell figyelni, mert ezt bárki állíthatja, hanem a gyümölcsöketre, és ezért ez furcsa, tehát ugye Jézus föltámadott dicsőségben, és bár hiszem azt, hogy mindent megtehet, de furcsák sokszor, hogy már nagyon sokan állítják több könyvben, hogy megjelent nekik Jézus Krisztus személyesen, a feltámadott, aztán utána ezt ellentmondásosan mondják el, utána tehát konkrétan például Németh Sándor egy videóban, ami megvolt nekem, azt állítja, hogy neki megjelent Jézus személyesen, utána eltelt 10 év, és utána már azt prédikálta a pulpitusról Németh Sándor, hogy ha valakinek meg is jelenik Jézus, akkor ezt nem szabad elmondani, meg nagyon, hogy ő el se hiszi ezeket, mert nagyon sokszor ez csak egy emberi, sokszor zavart dolog szerinte. Tehát ez egy érdekes dolog, mert ezzel, ha valaki ezt állítja, hogy őt Jézus küldte ki, akkor ezzel egy olyan tekintélyt akar megalapozni, amit nem ezzel kéne megalapozni. Tehát ez az amerikai mintájú egyszemélyes vezetés, ez nem biblikus. A Bibliában azt látjuk, hogy Jézus ugye a fej, és Jézus építi az egyházat. Az egyház fölépítése az nem egy ilyen piramis, és nem legitim, és nem elfogadható az, hogy van egy erős akaratú, agilis vezető lelkész, aki maga alá építi a gyülekezetet, tekintélyből fölépít egy olyan rendszert, ami egy érdekpiramis, anyagilag függésbe tartja az alatta lévő teljes idejű szolgálókat, ha vannak, mondjuk a hídgyülekezetben ez teljesen így működik, és ez egy leuralás történik. Erre egy nagyon jó példát föl tudok hozni, hogy hogyan működik ez például Magyarországon a hídgyülekezetében. Azt tudni kell, de ez már elég közismert, hogy ugye Németh Sándor testőrökkel van védve, tehát ő hozzá nem lehet oda menni. Még időpont egyeztetés sem nagyon lehet, hogyha valaki akar vele beszélni. Kivéve akkor, mert hallottam olyat, hogy ha valaki egy nagyobb összeget akar átadni, vagy pedig olyan témában szeretne beszélni, ami mondjuk szeretne köszönetet mondani esetleg, vagy ilyesmi, akkor esetleg a testőrök oda vezetik. De ez is elég ritka. Tehát a konkrét példám az az például, hogy ugye a hídgyülekezetében Németh Sándor vezető lelkész, a nagy ajándék, és alatta vannak úgymond különböző pozíciók, evangelisták, tanítók, és így tovább, akiknek ugye ő adja ki a fizetést. Azt is tudni kell, hogy sokan teljesen ingyen dolgoznak a gyülekezetbe,
a keze alá. Nagyon sokan ingyen szolgálnak, még olyan szolgálatokban is, ami egyébként fizetős, tehát hogy vannak vállalkozók, akik büfét üzemeltetnek, meg üdítőitalautomatákat méreg drágán, és ezeknek az embereknek ingyen dolgoznak buzgó testvérek. Ugyanígy a biztonsági szolgálatok sok esetben ingyen szolgálatból vannak, én is voltam biztonság is, és ez ingyen dolgoztam, tehát azt mondták, hogy az Úrnak szolgálunk, ami egyébként tényleg szolgálatként fogtam föl. Tehát az ember azt csinálta, hogy járkált, és tényleg akár a parkolóban, vagy akár a gyerekekre biztonsági, vagy gyerekbiztonsági szolgálat is, meg ilyesmi. Tehát, hogy az ember nagyon sok idejét a munkán túl, meg, tehát az emberek a gyülekezetben a legtöbbi az beadja a pénzt, és ingyen szolgál. Természetesen az ember, az, aki oda jár, azok természetesen ezt szívből teszik, és meggyőződésből teszik legtöbben. Viszont ugye azt látjuk, hogy akiket a vezető lelkész fizet ki, azok függésbe valasznak, és ez talán még egy Ruf Tibornak az egyik jegyzetében is bent van, hogy nem szerencsés, hogyha valaki függésbe van a szellemi tekintélytől, mert akkor nem fog neki semmilyen kritikát, vagy nem mer neki ellent mondani. Tehát nem fog neki semmi kritikát mondani, nem mer ellent mondani. És ez teljesen megvalósult a gyülekezetben. Például volt egyszer egy nagyon átlátszó dolog, hogy akkoriban tudni kell, 90-es évek vége, 99, 2000, 2001, 2002, akkor még tartott egy olyan korszak, amikor mentek ezek az úgynevezett nagy új hullámos, hát ilyen betöltekezős alkalmak voltak, hogy sokszor ez úgy nézett ki, hogy Németh Sándor járkált a pulpitus előtt, és akkor felállította tőle akár távolálló sorokat, padsorokat, embereket, és akkor üvöltött sokszor, hogy töltekezz be, meg fújt bele a mikrofonba, és akkor elestek az emberek. És sokszor így ordított, hogy töltsd be Szent Szellem őket, sokszor belefújt a mikrofonba, hogy most a Szent Szellem szelét fogjátok hallani, és belefújt szó szerint a mikrofonba. Volt, hogy vizet köpött ki a szájából, volt, hogy a zakóját sóktatta, ahogy a Benny Hinn-től ezt látta. És valóban, hát én ugyanekkor nem éreztem semmit, és csodálkoztam, amikor az emberek mellettem eldőltek, amikor fújt a mikrofonba, de volt olyan valóban, hogy én is dicsőítés közben például, meg ilyesmi, éreztem az Úrnak a jelenlétét, vagy volt, hogy manifestációk, tehát akár az ember szabadult, vagy ilyesmi. Tehát régebben még voltak ilyenek, hogy akár démonoktól szabadulás, meg ilyesmi. Most már talán nagyon elvétve. Egyébként az is egy durva dolog, hogy amikor bejött a közvetítés, tehát hogy a videón föl lett, vagyis hát a tévébe lett élőbe leadva a Vidám Vasárnap, akkor meg lett mondva, hogy ezeket úgynevezett betöltekezések, meg elesések, ezeket nem szabad csinálni, és egyik ismerősömet, aki ugye állandóan úgymond vette az Úr erejét, betöltekezett, már a biztonsági őrök leállították, hogy most már ennek vége van. És ugye itt jogosan merül fel a kérdés, hogyha ez Istentől volt mindez a sok manifestáció, meg rászkódás, földrás, és mindegyik az Úrtól volt, akkor parancsszor ezt leállítjuk, mert közvetítés van. Akkor nem merjük ezt fölvállalni. És régen az volt tanítva, hogy te fogsz az Isten tiszteleten úgymond betöltekezni, meg szabadulni, vagy pedig ha csak ülsz a széken, akkor ez olyan vallásos, meg akkor ellenállsz a kenetnek, és akkor tehát azt is mondta Sándor régebben, hogy vagy a démon megy ki belőled itt az Isten tiszteleten, vagy kivisz téged a démon, és nem fogsz ide járni, meg ilyenek. Tehát, és na mindegy, amire ki akarok térni, hogy tehát volt egy ilyen Isten tisztelet, hogy a Németh Sándor az mutogatott az emberekre, hogy töltekezbe, és ezt ő elvárta akkor, ez egy engedelmességi dologként, hogy hátra kell dőlni, el kell esni. És akkor, amikor az egyik beosztottjára, Ruf Tiborra, tanítóra került a sor, akkor rámutatott így 3 méterre, hogy Tibor, töltekezbe, és a Tibor ült a székén, szerintem nem érzett semmit, és szépen ült a székén, nem mozdult meg. És erre Sándor fölháborodott, hogy miért nem történik meg az, ami a többiekkel, hogy leesik a földre, hátra esik, holott, tehát szerintem nem ér, tehát nyilván folytatván. Szóval elkezdett a Németh Sándor erre fölháborodva, erős hangon rákiabálni a Ruf Tiborra, hogy Tibor, én mondtam már neked, hogy engedelmeskedjél, ne engedetlenkedjél, töltekezzél már be. És akkor
Tibor erőltetett a két lábával, Székestül ellökte magát, és hátra esett, hátra hanyat bukott Székestül, és hanyat esett, de teljesen erőltetett módon. Tehát nem mert magyarul ülni a székébe, hanem behódolt ezzel is. És ugyanígy nekem is volt, hogy kimentem, mert volt ilyen régebben, vagy talán most is vagy, körbe kellett állni a csarnokba, és akkor Sándor körbe járt, és rátette mindenkire a kezét, és akkor el kellett esni. Én pedig úgy voltam vele, hogy csak akkor esek, hogyha érzek valamit, és akkor rám tette a kezét, nem történt semmi, nem estem el. Utána ment tovább a testőrökkel, ott mindenki körülöttem elesett, és utána visszajött, mert látta, hogy nem estem el, és meg lökte a fejemet, és akkor se estem el, akkor már tovább ment. De lehet, hogy elkönyvelt, hogy jó, hát ez az ember, ez most nem engedelmeskedik, de mivel nem voltam vezető, ismert ember, ezért nem volt ebből szankció, de nyilván, ha engem fizetett, alkalmazott lettem volna, akkor szankció, lehet, hogy behívtak volna, vagy ilyesmi. Ez is leuralás. Ugyancsak az is kiderült, hogy voltak nekem ismerősök, akik sokkal régóta jártak, nagyon régóta a gyülekezetben, már családilag, akik nekem elmondták szemtől szembe őszintén, hogy ők nem éreznek semmit sokszor, amikor a Sándor akár rájuk teszi a kezét, vagy ilyen töltekezés van, hanem ők megjátszák, hogy hátraesnek. Megjátszák, hogy elesnek, földön fektrengenek, mert ezzel akarnak egy elfogadottságot. Olyat is tudok, aki mindig úgymond nagy töltekező volt, rászkodott, meg zümmögött, zizegett, meg minden, és közben súlyos dolgokban volt, meg alkoholizmusban. Tehát ezeket a úgymond testi dolgokat, hogy valaki rászkodik, hátraesik, ezek, ami régen, ha néztek ilyen videókat, meg a YouTube-on, hogy az egész csarnok egy emberként szinte rászkodott, földön feküdt, meg ilyesmi, ezeket én úgy látom, hogy egy része rájátszott volt. Egy része az manipulált volt, és egy része az emberi szinten volt, vagy pedig akár, tehát nem a Szent Szellemtől volt én szerintem, de viszont az is igaz, hogy egy része, az én úgy vallom, és hiszem, hogy Istentől volt egy része, hogy tényleg, mert Istennek egy olyan imádása zajlott, és egy olyan ébredés zajlott valóban, a híd gyülekezetében is olyan tanítások is voltak, amik értékek, és amit el kell ismernem, meg én is megtapasztaltam, hogy egy visszakanyarodás volt az apostoli korszakhoz abban, hogy a Szent Szellem vétele, a megújulás kenete, a démonoktól való szabadulás és a gyógyulás, és voltak valós gyógyulások is, valós helyreállások is. Azért mindig elmondom, hogy ez nem fekete-fehér, és nagyon vigyázzon az, sőt, szerintem az vizsgálja meg, és térje meg abból, aki állandóan a kundalini jóga szellemét mondja, meg piton szellem, meg hogy kundalini mesterek, meg hogy ez egy manipulált indiai démon. Ez egy butaság, sőt, ez már egy ördögnek a rágalma szerintem. Nem, hogy szerintem. Egyszerűen lehet látni, hogy milyen eredmények voltak, hogy több ismerősöm is, aki járt a gyülekezetbe, és akár ilyen lakótelepi sútyos srác volt, aki tényleg alvilági szintű, meg ilyen csibészek, és bejöttek a híd gyülekezetbe, vették a szent lelket, és evangelistaként szolgáltak, meg helyreállt az életük. Tehát azért ezt el kell ismerni, ezt el kell ismerni. És én is vettem a szent lelket, és igenis olyan erőt kaptam a bizonyságtévés, hogy rengetegen megtértek, és ez nem az én dicsőségem, de ez vennem kellett a szent lelket. És ezt is elmondom, hogy bár nem tette rám senki a kezét, de a híd gyülekezetében egy alkalmon, akkor is rám szállt, nem hogy egy alkalmon, hanem akkor volt először, hogy rám szállt, illetve itthon is volt, hogy rám szállt, de mondom, ezt nem lehet elválasztani. Szóval itt egy kever dolgok, tehát hogy nem lehet feketén-fehéren nézni ezt az egész kérdést, az ébredést, a hídgyülekezetét, és a Sándornak a tanításai se fekete-fehérek, mert voltak nagyon jó tanításai. Meg talán mai napig is vannak. Tehát azért mondom, hogy mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy imádkozó szívvel és józanul. Amik tények, azt ki kell mondani, amit én is kimondok. És akkor térjünk rá arra, hogy hogyan kell működjön szerintem a Bibliából, illetve a Bibliából mit olvasok ki. Úgy kell működni, hogy tanítványi csoportok működnek. A tanítványi csoport az azt jelenti, hogy gyakorlatias, tehát nem azt kell csinálni, hogy az emberek élik az életüket, és utána a nagy tömegek passzívan elmennek egy helyre, ott valakit hallgatnak, elméleti szinten élik meg, hanem gyakorlatiasan. Ez mit jelent? Hogy ugye a Biblia azt mondja, hogy föl vagyunk ruházva erővel, hogy hirdessük az evangéliumot, hogy tanítványát adjuk az embereket, hogy akár démonokat tűzünk, gyógyítsunk. Ez nem egy külön ajándék, ez mindenkinek megadatik, aki az Úrba jár, mert megvan írva, vagy akik hisznek, azok miket tesznek. És mondom, nem ezeket kell követni állandóan, meg nem kell minden bokorba démont látni, meg az is szélsőséges, hogyha valaki magát egy ilyen démon szakértővel akarja képezni,
és mindig okoskodik, hogy ez milyen démon, és már minden neveket ad a démonoknak, meg minden bokorba démont lehet, ez szélsőség, ez rossz. A másik szélsőség pedig, ami meg a történelmi egyházakban is van, meg gyülekezetekben is, hogy a laikus tömeg, úgymond laikus tömeg, ami nincs egyébként, az nem csinálja ezeket, tehát nem evangelizál igazából, nem tanítványoz, nem merít be, nem űz démon, nem gyógyít, nincsen olyan, hanem azok csak elvárják, hogy az adott klérus az majd helyettük megcsinálja. És ők meg ülnek és fizetik a tizedet. Most a tizedről meg annyit kell mondani, amit már nagyon sokszor elmondtunk, hogy a új szövetségben semmiféle tizedről szó nincsen, adakozásról van szó, ezzel rövidre zártam a témát, mert ezzel varázsolnak a vezetők, hogy egy adóként tekintik, hogy a tizedet úgy tekintik, hogy az egy adó, az az úré, amit ugye oda kell adni a vezetőnek. Na most se Jézus nem szedte, se senki nem szedte az új szövetségbe, egy szó nincs arról, az egy ószövetségi dolog, ezt már nagyon sokszor én is elmondtam, millió anyag van erről, és ugye mindig azzal akarják, ugye tehát azzal akarják azt az érvet, hogy Jézus se szedett meg az apostolok sem, meg nincs erről szó, meg egy ószövetségi adó dolog, amikor ugye megvolt még a papság, és annak volt természetben is az eltartása, meg a tized, a háromféle volt egy részét, nem is szegényeknek kellett adni, egy részét magukra kellett költeni. És ugye a papságnak a fenntartása, most meg egyetemes papság van most már ugye az új szövetségben, és akkor mindig mondják ezt, hogy Ábrahám, hogy törvény előtt adott tizedet most. Azért, mert Ábrahám egy ilyen szituációban, a zsákmányból a 10%-ot odaadta, meg volt egy ilyen, hogy az ószövetségben 10%-ot odaadtak. Ebből, ha valaki azt olvassa, hogy a károsztatás és törvény alatt neki be kell adni a 10%-ot kötelezően, pont a 10%-ot, ami egyébként nem is annyi már az ószövetségben se 10. És ezt úgy van ezzel, hogyha nem adja be, akkor úgy tekint, hogy nem adja oda nagy embernek, akkor ez lopás, vagy ilyesmi. Akkor ez megint tévtanítás. Tehát itt megint csak azt kell mondani, mert hallottam ilyen véleményt is, ilyen vezetőtől, nyilván azért, mert ő abból élt, hogy adják neki a tizedet, hogy azt mondta, hogy ó, hát akik a tized ellen beszélnek, azok igazából a gyülekezet ellen beszélnek, mert ebből tartjuk fönn. Na most bocsánat, először is. Ő a saját életét akarja tizedből, mert ez egy biztos nagy bevétel. Kettő, az adományok azok úgy is bemennek, mert adókozásról viszont van szó. Viszont az adományok nem arra vannak, hogy kiépítsenek egy ilyen klérus laikus réteget, hanem egyetemes papságban, mit olvasunk az abcsába? Ott volt, hogy a szegényeket kipótolták, szegényeknek adták, közös volt a pénz, egy közös rész volt, és úgy osztották el. Tehát ez teljesen ördögi szerintem, hogy kialakítunk egy ilyen klérus réteget, egy ilyen úgymond ajándék réteg, akik abból élnek, hogy a mások meg hétköznapi munkájukból, meg ilyesmi, a 10%-ot meg plusz ezen föl az adakozást odaadják, és ebből már az olyan vezetők, mint a Németh Sándor, már nem tudom, hányadik luxuspalotát építik, és egy olyan magas lábon élnek, ami egyszerűen luxus szint. És nem az, hogy a szegényekkel komolyabban foglalkozni, meg föl lehet, tehát nyilván a hídgyülekezetében is van ilyen hites adakozók, de hát az is olyan, hogy ha valamit adnak, akkor kürtölik szét az egész világba. Filmeket csinálnak arra, hogy kaját osztanak, meg ilyenek. Hát ez is a Bibliában az, hogy ne tudja, te bal kezed, mit cselekszik a jobb. És az, hogy most karácsonykor ez a milliómos gyülekezet kioszt, meg van egy ilyen kis szervezet. Egy ekkora gyülekezetnek már régóta sokkal komolyabb szinten kéne hajléktalan drog, prevenció, vagy szükséglakás a fiataloknak, vagy a fiatal hiteseknek elindítani lehetőséget. Nem az, hogy mindent egy ember egyre gazdagabb lesz, és elszakad már a valóságtól, és kiröhögi az embereket. És bocsánat, Németh Sándor olyanokat tanít már, és saját fülemmel hallottam, hogy ne utazzál BKV-n, mert rádugrik a démon, hogy az ciki dolog, hogyha nem kocsival jársz, ciki dolog, hogyha nem étterembe jársz a hitcsarnokból, hanem szendvicseket eszel, ciki dolog, hogyha hétköznapi szinten tol. Tehát ő azt mondta, hogy azt se tudja, mert mennyi egy kiló kenyér, azt se tudja, milyen az mosogatni, meg ilyenek. Hanem föntart egy pásztorkirályságot, hogy Kubinyi Karesz tanított erre, hogy pásztorkirályság. Ez Amerikából van, ez átvéve. Én elhiszem, hogy ez nagyon jó annak a vezetőnek, aki dőzsöl, és tényleg nagyon jó élmény lehet itt testileg, testi szinten, hogy azon gondolkodik, hogy most kinézett éppen, mit tudom én, Tihany legszebb panorámájú részén egy 25. luxus villát, és most azt építgeti. Én ezt mind elhiszem, de ez mind a test, ez mind az ilyen ördögi dolog, hogy meg van kísértve. Ugyanúgy ugyanúgy az ördögnek a műve, hogy meg van kísértve a vezető lelkész, hogy a politikával össze bútorozzon, és ezért kap milliárdokat,
és azokkal a, egyébként általában Bálványi Mádónak, meg tévegőnek mondott, meg hazugnak nevezett politikai erőkkel szövetségbe lép, és jó jár anyagilag. És ezt megidologizálja, hogy azért, mert küzdünk itt a liberalizmus, meg az LMBTQ, meg izé ellen karöltve. Hát hol van az a Bibliában, hogy az egyháznak az államhatalommal, a katolikus, meg varázsló államhatalommal kéne karöltve küzdenie? Hát ott van a Szent Szellem, ott van a erő tanított régen, ugye állandóan a német Sándor is, hogy az állam és az egyház az szét kell legyen választva, legyen önfenntartó az egyház, ne legyen rászorulva, sőt, támadta állandóan ezt az államegyházi felépítést. Jogosan egyébként, teljesen jogosan, és ez tetszett is, hogy régen úgy nézett ki például így gyülekezete, hogy ez egy mozgalom, ami vissza akar menni az ősi egyházi szintre. Persze ez aztán hamar megváltozott, mert ahol ekkora pénzek mozognak, ilyen érdekek. Még egyszer elmondom, botrányos az, hogy például volt egy ismerősöm, aki mondta, hogy adócsalást csinált, és amikor odament vezetőkhöz, azt mondták, hogy nyugodtan csinálja, csak adja be a tizedet a bevételből. Vagy ahhoz is tudok, hogy valamelyik bűnözésből származó pénzt, ilyen, te tudjátok, hogy a hídgyülekezetben megfordulnak sokszor ilyen maffia háttérből megtért emberek, és akkor azt mondják, hogy dob be a pénzt, mert ugye az bekerül az a bűncsekményből származó pénz a kosárba, akkor onnantól már lekövethetetlen, mert ugye az egy adózatlan, tehát az mind adományként megy be. És ez is milyen dolog már, hogy nem azt mondják, hogy tényleg, hogy akik járnak még a gyülekezetbe, és a testőrök meg ilyenek, azok mellette ilyen félalvilági tevékenységet lehet csinálniuk, hogy pénzbehajtás, meg fenyegetések, meg kimennek megfélemlíteni embereket, meg most konkrétan erre nyilván tudok történeteket, meg minden, most nem nevekkel történt, tehát ezt úgy vegyétek, hogy ezek köztajon forognak, mint például az is, hogy annak idején a gyülekezetben, amikor én is jártam, az volt kimondva, hogy az államtól lopni igazából nem bűn, az adócsalás az valahol, én hallottam saját fülemmel, hogy testvérek mondták, hogy államtól lopni igazából nem bűn, hogy nem kell úgy fizetni az adókat, mert azt úgy nem lehet fönntartani, hogy mindenki ügyeskedik, és ezért van az, hogy aztán pásztorok gyereke is, például szegedi pásztor gyereke, aki egyébként egy sportember volt, meg tudom én, tehetséges, és vezetői adócsalási börtönbe zárták, mert több milliót csalt el. És tehát az szomorú azért tényleg a gyülekezetben, hogy olyan tehetséges emberek, akik pásztorok, tehát ilyen ifjúsági szinten például vezettek táborokat, és dicsőítettek gitáron, és lehetett volna egy ébredési nagy tűz, belemennek az üzleti életbe, üzletemberkednek, adót csalnak, mamon szelleme. Én azt szeretném hallani a gyülekezetből, hogy milyen isteni dolgok történnek, milyen nagy dolgok, milyen démonizések, milyen gyógyulások, milyen kegyességek, milyen jó tűz, milyen ébredés. Nem az, hogy mindig hallani, hogy ez börtönbe került, az adócsalás, a harmadik az, nem tudom én, újabb szövetséget kötött a nem tudom milyen politikai dologgal, tehát magyarán az nem járja, és az nem elfogadható, hogy intézményesül egy gyülekezet, és akkor úgy kezd már működni, hogy minden régi elvet szinte, amit hirdetett, teljesen elárul, megtapos, és úgy kezd el működni, mint egy történelmi egyház, és el is fogadja a történelmi egyház státuszt. Én azt gondolom, hogy vissza kell térni tehát az ébredéshez, a reformáció kell, ami úgy működik, hogy tanítványi csoportok, ahol működnek szabadon a szolgált ajándékok, ahol az idősebb, érettebb testvérek gyakorolják a vezetési dolgokat, ahol megvan írva, ahogy megvan írva a Bibliába, hogy mindenkinek van zsoltára, mindenkinek van dicsérete, közösen úrvacsorát vesznek, közösen evangelizálnak, közösen dicsőítenek, és ezt meg el kell felejteni, hogy emberek így elszakadnak, testőrökkel védett emberek, megjátszák magukat, és mindig csak, szóval ami még nagyon fontos, amire rálátásom van egyébként Bartus Laci könyvéből, és így tovább, hogy azt játsza, vagy azt csinálja, azt a varázslást csinálja egy ilyen leuraló rendszer, hogy akik az klérusban vannak, azok magukat a saját gyengeségékről és dolgaikról nem beszélnek, hanem a hallgatóságot tekintik úgy, hogy kiskorúságba tartással, állandóan kárhoztatás, vádaskodás, hogy újra nem a keresztet teszik a középpontban, hanem törvénykeznek a gyülekezettel, és bűntudat alá helyezik az embereket, és utána ők föl is szabadítják. Például hallottam ilyet is, ezt is Németh Sándor mondta,
hogy amikor valaki bedob egy adományt, akkor nek van olyan ereje is, hogy a bűnöknek is egy ilyen bocsánatszerű, tehát majdnem, hogy már egy ilyen katolikus bűnbocsátó cédula szintjén mondta, hogyha bedobja valaki a pénzt, akkor lelkismerete felszabadul, meg ilyenekről beszélt meg, hogy nagyon szereti nézni, amikor az emberek bedobják a pénzeket, és hogy nagyobb van az Úrtól, nagyobb összeget dobjad be, és hogy ne apró pénzt adjál, mert nem pincér, meg ezek mind-mind varázslások, és az is varázslás, hogy nem a keresztet, hogy nem azt mondani az embereknek, hogy megigazulva vagytok, és bátorítani, hanem valaki elmegy, mit tudom én, bűnvallásom, elesett valamiben, akkor károsztatják sokszor ezeket, kibeszélik a bűneit, utána ezzel megzsarolják, akkor a pásztor sokszor olyan ószövetség igékkel gyalulja a népet, amik már nem az új szövetségre nem mondhatóak el, ilyen kárhoztatások, bűntotalá helyezés, például a Malakiásban is, hogy nem fizeted a tizedet, lopod az urat, ezt is hallottam, vagy hogy valaki elmegy a gyülekezetbe esetleg, hogy akkor bűnt és ünneplés, hogy nem szenvedhet az ura, hogy te bűnös vagy, hogy te tisztátalan vagy, ez is állandó szöveg volt egy gyülekezetben, hogy így úgy amúgy, és ezáltal, tehát soha nem magáról mondta Sándor, hogy ő tévedett, vagy ő, hanem mindig a gyülekezetre, mert akkor így fölé helyezi magát, mint egy ilyen guru, hogy ő már nagy ember, és a gyülekezet pedig azok a kiskorú gyerekek, akiket feddeni. Jó, egyébként még annyit, hogy megvan a helye nyilván szeretetből való feddésnek, és megvan a helye, de sajnos itt a kevert tanítás, ami nem a kegyelem evangéliuma, nem a kereszt van a középpontban, hanem törvénykezés anyagilag is, emberileg is, és sokan elmondták, hogy egyszerűen nem a felszabadultság érzést érték át a gyülekezetbe, sok esetben nem azt érezték, hogy őket Isten szereti, hanem állandóan ment a törvénykezés, állandóan még rosszabb állapotba kerültek, lelkileg nyomás alá voltak állna a helyzet, gyomrozva, leuralva, és sokan felszabadultak, amikor eljöttek, és akkor voltak öngyilkosságok is, de sokan egyszerűen, tehát erről most nem beszélek, én azért imádkozom, hogy álljon helyre az egyház, és az a tanítványi rendszer, az új szövetségi gyülekezeti rendszer, ami biblikus, az álljon helyre mindenhol, és legyen újra gondolva ez a dolog, és legyenek helyreállítva ezek a dolgok a Jézus Krisztus nevében. Amen.